Tárnok Zoltán, az egyesület elnöke elmondta, a szezonzáró ünnepségen az összes csapat tagja és edzői megjelentek. Az időpont kiválasztásánál szerepet játszott a labdarúgó Európa-bajnokság kezdete is. Ilyenkor egy picit mindig értékeljük az évet, meggratuláljuk a díjazottjainkat. Szerencsés módon ebben az évben is két bajnoki címet ünnepeltünk, az U9-es és az U17-es csapatunk Tolna vármegye futsal bajnoka lett, de még ha mondhatom, ennél is nagyobb siker volt, hogy a két magyar labdarúgó bajnokságban szereplő csapatunk közül az idősebbik, az U17-es csapatunk, az a délnyugati régióban bronzérmet szerzett, ami egy nagyon komoly eredmény, ami abban is megmutatkozik, hogy innen már vannak játékosaink, akik ugye a nevelési fázisnak a vége felé járva már a felnőtt csapat ajtaján kopogtatnak. Az eseményen a díjak átadása után szabad foglalkozást tettek lehetővé. Tulajdonképpen ez a nap csak az ünneplésről, az együtt eltöltött kellemes időről szól. Az ünneplésen, illetve a díjazáson túl a gyerekeink, illetve a szülők egy kis ételben részesülnek, valaki babgulyást, valaki pizzát fog elfogyasztani. Ez mellett ugye szülő gyerekfoci, egyéb olyan edzők által kitalált kreatív dolgok is még jambori jelleggel megtörténnek, amik egy ilyen évzáról meg kell, hogy történjenek. Kicsit az edzők, ahogy látom, még külön is vonulnak a saját csapataikkal, elbúcsúztatják a 23-24-es szezont, átbeszélik azt, ugye, hogy jön a nyár, és hogy jövőre már ugye kialakultak a focisúlynál, hogy milyen osztályba szeretnék indulni, és hogy ki az, akik ugye mondjuk tanulás vagy egyéb más miatt ugye vagy eligazolnak, vagy abba hagyják. Hozzátette, az önkormányzat támogatása nélkül nem tudnának edzéseket, versenyeket tartani. A mai világban úgy tudunk elmenni a nyárra, hogy már a komplet 24-25-ös szezonnak a költségvetése a számlánkon van. Utolsó felajánlónknak a NAV általi kiutalása ma megtörtént, tehát itt ezután szeretném megköszönni mindegyik olyan cégnek, aki minket támogatott abban, hogy a 24-25-ös sportfejlesztési programunkat és az összes csapatunkkal a kitűzött céljainkat meg tudjuk valósítani. Ehhez én, mint elnök, abban a szempontból nyugodtan állok hozzá, hogy a költségvetésünk már megvan rá. Azt a munkát, amit idén is elvégeztünk, ezt szeretnénk folytatni. Szerinte a szezon zárása sikeresnek mondható, a hiányosságokat viszont javítani fogják.